Így nem érhet véget, könyv. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy olvasóvlog lesz. És ennek az lesz a különlegessége, hogy Evelyn kedvenc könyvét fogom olvasni. Na most ezt a booktuberek kedvenc, egymás kedvenc könyvét olvassák, ezt már láthattátok más csatornákon is, igazából Evelyn szedte össze és kezdte el az egészet, és most ebben én is részt fogok venni. Úgyhogy Evelyn olvassa az Így neveld a sárkányodat első részét, én pedig az Ambrózi Báró esetei első részét fogom olvasni. Spoiler, már elolvastam 50 oldalt, mire ide jutottam, hogy ezt felvegyem. Ez a videó gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ugye a booktuberek így párokat tudnak alkotni, és akkor mindenki olvas egyet a másik kedvenceik közül. Illetve ezen felül még küldünk egymásnak egy ilyen előzetes kis rövid videó részletet, amiben mesélünk kicsit a könyvről, meg teszünk fel kérdéseket, amiket majd az olvasás során végén meg tud a másik válaszolni, úgyhogy én is küldtem egy ilyet Evelynnek, Evelyn is küldött nekem, azt majd mindjárt bevágom. Előzetesen nagyon nehezen tudtam ezt a könyvet megszerezni, egyébként könyvtári. Látható is, egy kicsit meg van tépázva, mert ez még egy 2014-es kiadás. De hogy mikor Evelyn megkérdezte, hogy olvasunk együtt, direkt megnéztem, és a Somogyiba volt vagy 10 példány ebből a könyvből. És mire szólt, hogy ő elkezdi az Így neveld a sárkányodat könyvet, megnéztem, és basszus, az összes ki volt kölcsönözve, de ő így akkor lett kikölcsönözve, mert március végéig voltak a lejárati dátumok. Ez volt az utolsó példány, ez meg az egyetemi könyvtár raktárában, úgyhogy ezt erre így lecsaptam, hogy tudjam olvasni. Közben Balázs gépelget, de nem baj. Hangulat aláfestés. Igen. Meg ha valami hangok jönnek, akkor valószínűleg játszik is. Nem? De megvan, ez az utolsó példány. Meg lett. Igen, és akkor nézzük, Evelyn mit küldött nekem. Szia Matilda, nagyon örülök, hogy közösen olvasunk, és hát, nagyon izgatott vagyok, hogy az Ambrózi Báró esetei első részét a Leárablás Budapesten választottad. Egyik nagy-nagy kedvencem ez a sorozat, és szerintem nem lesz neked akkora falat, mint ahogyan gondolod, mert tudom, hogy a romantikus történetekkel nem mindig vagy kivékülve, viszont főleg ez az első rész igazán nem fogja nálad kivenni a biztosítékot. Az lenne az első kérdésem, hogy tudsz-e már valamit erről a sorozatról, Böszörményi Gyuláról, és hogy egyáltalán olvastál-e már Böszörményi Gyulától, vagy ha nem, akkor mi a kapcsolatod a magyar írókkal? Mert vannak olyan emberek, akik egyáltalán nem olvasnak magyar íróktól, és úgy fordulnak magyar írók felé, hogy a legrosszabbat feltételezik, úgyhogy érdekelne, hogy milyen előzménye van annak, hogy belekezdesz ebbe a könyvbe. Tudni kell erről a sorozatról, hogy krimi és romantikus. Érdekelne, hogy hogy állsz a krimivel, mennyire szereted a krimi történeteket, mert hát ez mégis egy nyomozó sztori lesz. Méghozzá 1896 Budapestjén járunk, tehát a következő kérdésem az pedig az, hogy mit szólsz a történelmi regényekhez. Mennyire szereted őket, és mennyire érdekel az 1896-os magyarországi helyszín, mert ez szerintem az egyik legnagyobb különlegesség ennek a történetnek, hogy ilyen régi korban játszódó, de Magyarországon játszódó történet, ezért nagyon izgalmas, hogy valóban megtörtént újságcikkekből vett eseteket dolgoz fel az Ambrózi Báró sorozat. A következő kérdésem, még mindig ilyen előzetes érdeklődés, hogy mi a véleményed a vöröspöttyös könyvekről, mert hogy sokan szerintem azért nem nyúlnak ehhez a sorozathoz, mert a könyvmai képzőnél vöröspöttyösként jelent meg, ami azt mutatja, hogy ez egy tini regény, pedig szerintem ennél sokkal több, én inkább aranypöttyöt adtam volna neki, és szerintem nincs nagyon közel ennek a besorolásnak magához a történethez. És akkor a történetre vonatkozóan nagyon érdekelne az, hogy mi tetszett a könyvben, milyen volt a nyomozó szál, számított-e a végkifejletre. Az is érdekelne, hogy mi a véleményed Milliről és a Báróról, hogyan tetszett az ő kapcsolatuk, dinamikájuk, minden érdekel erről, illetve az utolsó kérdésem az, hogy tovább olvasnád-e ezt a sorozatot, mert a későbbiekben jobban beindul, van akinek ez a kötet nem elég ahhoz, hogy tovább folytassa,
Úgyhogy nagyon jó olvasást kívánok neked, szia! Na most én kiírtam a kérdéseket, mert fejből nem tudtam volna emlékezni a videóra, úgyhogy amiket előzetesen Evelyn kérdezett, azokra tudok még már most válaszolni, és úgy teszek, mintha nem olvastam volna 50 oldalt. Én Beszörményi Gyulától egyébként olvastam már a Gergő és az Álomfogókat, de a Gergő és az Álomfogók nekem annyira nem jött be, úgyhogy nem is olvastam tovább, csak az első részt olvastam. És az Ambrózi Báró esetei nekem úgy került, egyébként várólistán volt, tehát még az első évben, mikor elkezdtem YouTube-ot csinálni, akkor volt egy ilyen videóm, hogy összeszedtem, vagy kértelek titeket, hogy ajánljatok könyveket, és abból kiválogattam, hogy mi az, amit majd szeretnék elolvasni, és ez egyébként akkor benne volt, és akkor még szerintem nem olvastam a Gergő és az Álomfogókat, nem emlékszem már, 1000 éve volt. Szóval ez nekem tényleg várólistás volt és érdekelt, csak azóta már elfelejtettem, hogy miért, tehát hogy ilyen indokaim nem voltak, úgyhogy ez volt a tökéletes alkalom arra, hogy ezt kézbe vegyem, mert egyébként én majd akkor, tehát az eredeti listában Evelynnek a Csernobili íma van rajta, amit én el szeretnék olvasni, de most nem éreztem lelki erőt a Csernobili ímához, úgyhogy úgy voltam, hogy ez jó lesz, ez könnyed lesz, ez már mint egy relatíve könnyedebb lesz, mint a Csernobil íva. Egyébként magyar szerzőkkel úgy állok, hogy annyira nem szívesen olvasok magyar szerzőtől, de egyre szívesebben, főleg most, hogy Moskát Anita a tavalyi évem egyik legnagyobb felfedezettje, úgymond, mert radarom volt, csak még nem olvastam tőle, meg tavaly nagyon több jó magyar szerzős könyvet olvastam, és ez meg most akkor így a második körön Böszörményi Gyulával, aztán meglátjuk, hogy milyen kapcsolatot fogunk ezután ápolni. Spoiler, mivel hogy már olvastam 50 oldalt, egyelőre pozitív van állok hozzá a dologhoz. Egyébként ez egy történelmi krimi is, ugye? Tehát, hogy krimi is, meg történelmi is, meg romantikus is. Igazából, mivel most benne vagyok abban, hogy romantikusokat olvassak, ezzel nem lesz szerintem probléma, ha csak nem úgy van megírva a romantikus része, ahogy én nem szeretem, de erről még nem tudok nyilatkozni, majd kiderül. Szeretek egyébként krimit olvasni, nem olvasok olyan sokat, de hogy egyébként így szoktam élvezni a krimiket. Mert mindig próbálom kitalálni, hogy mi lehet a titok nyitja, meg mi történt, de sose tudom, tehát hogy én abban abszolút béna vagyok. Néha sikerül rá éreznem, de utána is elbizonytalanok, tehát hogy így általában meg szoktam lepődni krimik végén. Történelmi regény, mert az 1890-es évek végén, illetve 1900 lején játszódik. Most nem jött eszembe, de én Szélesi Sándortól olvastam a Kincsemet is, ami szintén ilyen e körül játszódik, és az csak azért nem tetszett, mert én ott a lovat akartam, és nem a lovat kaptam. Tehát ez is egy ilyen századfordulós romantikus regény volt, csak nem azt akartam olvasni, hanem a Kincsemről akartam olvasni, helyett a Kincsem gazdájának az afférjairól kellett olvasnom, ami annyira nem úgy volt marketingelve a könyvna, hogy az egész arról fog szólni. Szóval alapvetően egyébként szeretek történelmi könyveket is olvasni, nyilván nem úgy, hogy töménytelen mennyiségben, ez a krimire is vonatkozik, de hogy szeretek, mind a kettőt így élvezem. Meg a Fábián Janka is ilyen történelmi magyarországos könyveket szokott írni, tőle is olvastam már, azokat is igazából szerettem, úgyhogy csak azok jó korábban játszódott, amit olvastam tőle. Úgyhogy egyébként ez az egész időbeli elhelyezkedése tetszik a dolognak, meg igazából szeretem is az ilyeneket, tehát olyan érdekes, meg szép, meg ugye elképzelni az ilyen kosztümös dolgokat. Az, hogy a vöröspöttyös könyvekről mi a véleményem, alapvetően nincs túl jó véleményem nekem sem a vöröspöttyös könyvekről, de miután olvastam a Stage Dive sorozatot, úgy gondolom, hogy a vöröspöttyös könyvek sokkal jobbak, mint a rubintpöttyös. A vöröspöttyös könyvekkel az szokott lenni a bajom, hogy néha, amikor olvasok, előfordul, hogy a romantikus része nagyon elviszi a dolgot. Igazából van egy csomó vöröspöttyös könyvem, és legtöbbször szoktam is szeretni, amiket tényleg megveszek, és megvannak, és olvasok. Egyrészt azért szeretem őket, ezekkel nagyon gyorsan lehet haladni. Mármint, hogy nem olyan sok szöveg van benne, meg úgy visszalendület. Viszont néha, amikor a romantikus szálak elviszik a sztorit, az szokott zavarni, vagy tud zavarni, hogyha igazából a sztori sokkal jobban érdekel, mint a romantikus szál, mert van olyan, mint mondjuk a Luxen sorozatban volt az, hogy a vége felé
a sztori nagyon érdekelt volna, hogy azt fejtsük ki, de aztán mindig szobára mentek inkább benne, vagy nem is tudom. És ez úgy zavar, de hogy egyébként van kedvenc könyvem, ami Vöröspöttyös, szóval. Meg most a Holtbéli krónikákat is olvasom, és az is Vöröspöttyös, de Vöröspöttyösben van kiadva, de azt is nagyon szeretem. Jelenleg úgy, hogy szerintem ezzel se lesz probléma az első 50 oldal alapján, mert nagyon visz a lendület, és eddig nagyon érdekes, és szeretném olvasni, és csak azért nem olvastam tovább még, mert tudtam, hogy később fogom tudni felvenni a bejelentkezést, és féltem, hogy akkor már így a könyv felén túl leszek, ha belelendülök, és az úgy nem lett volna túl jó. De majd most nekiállok, és szerintem gyorsan ki fogom olvasni. De egyébként ennél szerintem pont nem rettentett vissza, hogy Vöröspöttyös. Emlékeim szerint, mert fölkerült várólistára, és akkor is biztos, hogy láttam, hogy Vöröspöttyös. Nagyon izgatott vagyok, hogy milyen lesz, mert eddig tényleg ez az első 50 oldal, ez eddig szuper izgi volt. És nagyon gyorsan lecsúszott, úgyhogy. Úgyhogy ma már szabadon olvashatok, mert tudok bejelentkezéseket csinálni. Felén már 183 oldalt olvastam el, és valami 340. Nincs 340 maga a könyv. Eddig tetszik. Most volt egy kicsi rész, ami nem azt mondom, hogy rossz volt, csak így nem volt annyira izgi most ez az elmegyógyintézetes részecske, az annyira nem jött be, de ettől függetlenül ugyanúgy tudok vele haladni elég gyorsan, mert amúgy meg érdekel már, hogy hova fog kifutni a történet. Főleg, hogy közben behozta azt, hogy volt egy prológus, abban megismertük a Millie-nek, a nővérének a helyzetét, hogy ő hogyan tűnt el, ugye ez az egésznek a kiinduló pontja, és akkor utána váltunk át a jelenben 4 évvel későbbre, és követjük Millie-t magát. Viszont közben néha vannak ilyen nem visszaemlékezős fejezetek, hanem visszaugrunk 1896-ba, és akkor megint Emmát követjük kicsit, és akkor látjuk, hogy hogyan alakult a helyzete 4 évvel ezelőtt, úgyhogy azok is érdekes részek nagyon. Most már viszont azt várom, hogy mikor kezd majd úgy beindulni a sztori, hogy valami nyomon elindulunk jobban, mert egyelőre még annyira nem tudtak elindulni. Amire nagyon kíváncsi vagyok jelenleg, hogy van benne emlegetve egy ilyen családi titok, amiről Millie nem tud, de Emma meg mindenki más tud a családban róla, és akkor most már ezt az apuka is emlegette már, Emma is emlegette a múltbeli fejezetekben, úgyhogy most már arra kíváncsi vagyok, hogy mikor fog kiderülni. De eddig még nem mondták ki, és nagyon kíváncsi vagyok arra egyébként, mert hogy elvileg az egész bonyodalom ahhoz köthető, úgyhogy ez egy érdekes dolog. Közben már ugye megismerkedtem, amikor még a legutóbb bejelentkeztem, még csak ilyen 50 oldalnál voltam, és pont utána ismerkedtünk meg Ambrózi báróval. Akkor eddig nem tudom, hogy mit gondoljak, mert ilyen hát elég mufurc, meg nem tudom. Még ugyannyira nem látok bele a karakterébe szerintem, úgyhogy még így előre így nincs róla véleményem. Eddig kicsit olyan, mint amikor néztem a Sherlock Holmes sorozatot, és így amilyen Sherlock karaktere abban volt körülbelül ez a mindent tudok és mindenkit távol tartok magamtól szerűség. Úgyhogy meglátom, majd kiderül, mondom, erről még így nem nagyon tudok nyilatkozni. És néha nagyon játszik az idegeimmel egyébként a könyv, amikor ez nyilván nem a kötet hibája, ez a kor hibája, amikor kihozza belőlem a véres szájú feminista énemet. Mi van? Ne nézz így rám! Szóval vannak benne ilyenek, de ez nyilván a kor
nők képe, és nyilván amiatt van benne, csak így néha ilyen mély levegőt kell vennem, hogy ezt elengedjem, és tudatosítsam, hogy ez ilyen volt. Örüljünk neki, hogy már annyira nem ilyen. Nem zárnak be Dili házba, hogyha elkezdek valamin pörögni. De igen, durva, durva dolgok. Úgyhogy igen, úgyhogy eddig tetszik. Meg nagyon gyorsan haladok vele, tehát mondom, szerintem én ezt ma-holnap befejezem. Annyira rossz egyébként, mert ugye ilyen tökre meggyötört könyvtári példány, és esik szegény szét körülbelül, vagy hát látszódik szerintem, hogy a borítója eléggé meg van viselve. Egyébként azt még nem mondtam, de nagyon tetszenek ennek a sorozatnak nekem a borítói. Lehet azért, mert van bennük lila eléggé, de hogy amúgy meg olyan tök jól néznek ki. Mini meg a báró kapcsolatáról, hogy erről még nem tudok mit nyilatkozni, mert mondom, még a báróval így nem nagyon. Nem. Mert amúgy bírom. Ő jó karakter. Egyelőre ennyi. És akkor megyek olvasni tovább. Ez egy rohadék könyv. Így nem érhet véget könyv. Fú. Mérges vagyok, de nem a rossz fajta mérges, csak... Reci könyveket kéne olvasnom, mert márciusban megígértem, hogy elolvasom őket, és most ezt akarom olvasni, hogy meg tudjam, mi fog történni, mert így ennek úgy lett vége. Hogy így nem lehet vége. Komolyan. Befejeztem ezt a könyvet. Igazából tetszett, tök jó volt, és most mondom, akarom folytatni, úgyhogy ilyen jövő héten megyek a könyvtárba a folytatásért, mert ezt így nem lehet abba hagyni, ahogy ez a könyv abba hagyta magát. Komolyan mondom. 3 óránát fogok felelejjel járkálni a házban, és gondolkodni az élet értelmén, mert tudni akarom, mi történik. Vagy mi történt. Mindent. Azt szerintem, talán már mondtam az előző bejelentkezésben, hogy ott a tébolydás résznél egy kicsit volt egy kis zuhanásom, de egyébként utána így feljöttem, szóval végül is én ezt a könyvet 4 csillagra értékeltem. Tök jó volt, gyorsan lehetett haladni, izgalmas volt. A krimisszál tetszett egyébként benne, főleg, hogy igazából nem arról szólt, hogy megöltek valakit, és azt próbáltuk kideríteni, hanem igazából mindvégig tudtuk, hogy ki a főkolompos, csak éppen így bemérni, meg megkerülni, meg tudni a dolgokat, tehát hogy ez egy nagyon érdekes része volt ennek az egésznek. És ez folytatódni is fog, mint most így a végére kellett jönnem, úgyhogy igen. Mérges vagyok. És ideges, mert tudni akarom. Végül is a báró és Mili kapcsolatára továbbra se tudok egyébként jobban nyilatkozni, mert még nem látom ezt hova, mert gondolom hova fog kifutni, csak így még ez az enemies to, még ez az enemies fázisban van, tehát hogy még fújunk egymásra, vagy hát a báró inkább Millire, úgyhogy nem tudom, a báróról még mindig nem alakult ki teljes mértékben a véleményem, úgyhogy tovább fogom olvasni a sorozatot, hogy többet megtudjak. Aminek örülök, hogy a romantikus része az ennek még nem nagyon volt, szóval így az nem fenyegette az olvasási élményemet. Gyanítom, hogy ez a későbbiekben majd valamerre fog alakulni. Bár nem árt, hogyha a báró majd nem lesz továbbra is ilyen, akinek szoknyája van, az gyenge hozzáállású, mert akkor nem leszek vele jóban. De ez egy jó könyv volt, úgyhogy totál megérte elolvasni, és nagyon örülök, hogy elolvastam, úgyhogy igen, majd a leírásba be fogom linkelni Evelynnek a videóját, az Így neveld a sárkányadatról. Úgyhogy igen, Evelyn, most miattad... Ma megint nem azt fogom olvasni, amit terveztem, hanem ezt. Mert még most kell, amíg emlékszek a dolgokra benne, meg most érdekel, úgyhogy most ki fogom szépen sorban hozni a Somogyiból a könyveket. Úgyhogy senki más ne hozza ki őket, mert arra mérges leszek, ha kihozzátok előlem a Somogyiból a részeket. Szóval ez lett volna a Leányrablás Budapestenről a vlogom. Ez ugye Evelyn kedvence volt, az, mármint Evelyn kedvencéről a vlogom. És teljesen
pozitív élménnyel jöttem ki belőle, úgyhogy jól ráéreztem annó is, mikor ráraktam ezt várról listára, úgyhogy most megint mondom, megint, de nagyon a legvége ennek a könyvnek. Tudni akarom, mi történt. Muszáj megtudnom, mert nem számítottam erre, hogy így ez... Én azt hittem, ilyen happy vége lesz, de ez nem volt annyira happy vég, mint ami az én lelkemnek kellett volna, de hát gyanítom, hogy lesz, mert látom, mire van fölépítve a sorozat, de ez akkor is egy igazán kegyetlen húzás volt a végére, úgyhogy... Ha már a Gergő nem jött be Böszörményi Gyulától, helyette ez. Úgyhogy ez lett volna a Leányrablás Budapesten. És nagyon örülök, hogy ezt így Evelinnen akkor tudtam végül is együtt olvasni. Ez egy tök jó alkalom volt erre, és lehet, hogy még tök sokáig nem vettem volna kézbe, pedig egyébként tök teljes mértékben megérte kézbe venni, úgyhogy... Ennek most nagyon örülök, hogy ezt elolvastam egyébként, csak közben föl is húz, hogy így lett vége, hogy... Mert miért? Mert teszed ezt velem, Böszörményi Gyula? Miért? Miért? Még egyszer, szóval Evelynnek is belinkelem a videóját mindenhova, ahova lehet, és akkor menjétek és nézzétek meg, hogy ő mit gondolt az Így neveld a sárkányodatról. Ha még nem láttatok volna. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!